Hála a német autógyártóknak, szépen pörög a magyar külkereskedelem. Ma biztosan döntés születik az egyik devizahitelperben. Egy szakértő szerint Putyin csak blöfföl, nem szabad bedőlni neki. Egyebek mellett erről is lesz szó a privátbanká.hu élő híradójában szeptember 2-án. Köszöntöm Önöket, Gáspár András vagyok, és már mondom is a részleteket. A KSH második beslése szerint az export és az import is valamivel jobban bővült, mint azt elsőre gondolták. A külkermérleg többlete pedig valamivel alacsonyabb az első becslésnél. Ami a számokat illeti, júniusban a kivitel értéke 7,1 milliárd euró, a behozatalé 6,5 milliárd euró volt. Az export 6, az import bő 5%-kal növekedett. A külkereskedelmi mérleg többlete az év 6. hónapjában 584 millió euró volt. A KSH jelentéséből kiderül, továbbra is az autógyártás a fő mozgatóerő. A közúti jármű export volumene egy év alatt másfélszeresére nőtt. Az ehhez kapcsolódó behozatal is közel harmadával lett több, mint tavaly. A növekmény mindkét irányban leginkább Németországnak köszönhető. A fővárosi törvényszék 10 újabb pénzügyi intézmény, köztük 4 bank, az FHB, az Evo Bank, a Pannon Takarék és a Kinizsi Bank devizahiteles törvénnyel kapcsolatos keresetét tárgyalja ma. Egy ügyben biztosan lesz döntés, az Evo Banknak ugyanis ez már a második tárgyalási köre, így a szeptemberre halasztott perek közül ez az első, amiben ítélet születhet. Egy másik bankos hír, felhagyott a külföldi üzleteléssel az MKB. A bank még áprilisban megszabadult a román Nexte Bankban fennálló többségi tulajdonától, most pedig a faktorálással foglalkozó Corporate Recovery Management nevű leánycéget értékesítette a bank. Ezzel az MKB az utolsó külföldi befektetésétől is megszabadult. A bank egyébként az első fél évben 15 milliárd forintos veszteséget hozott össze, és szeptember végéig a magyar állam tulajdonába kerül. Lehet, hogy Putyin fenyegetése a gázcsapok elzárásáról egy egyszerű blöff. Egy szakértő ugyanis azt állítja, hogy Európa meg lenne az orosz gáz nélkül is. A Financial Times keddi számában Matthew Briza, a Tallinni Védelmi Tanulmányok Nemzetközi Központjának igazgatója, az Egyesült Államok korábbi azerbajdzsáni nagykövete, azt írta, el kell oszlatni azt a mítoszt, hogy Európa országai túlzott mértékben függnek az orosz gázszállításoktól. Mivel az orosz gazdaság nagyobb mértékben függ az unióból származó gázbevételektől, és egyúttal úgy véli, hogy az Európai Unió képes lenne átvészelni a telet anélkül, hogy akár csak egyetlen molekulányi orosz gázt is vásárolna. Ehhez viszont fel kell tölteni az összes gáztározót, cseppfolyósított földgázt kell vásárolni, és 20 milliárd eurót kellene előkeríteni a programhoz. Ha viszont Európa megmutatná, hogy képes ellenállni a gázcsapok elzárásának, kiderülne, Oroszország az, aki nem engedheti meg magának, hogy ekkora bevételről lemondjon. Délelőtt egyébként nem lesz a részvényárakat mozgató fontosabb európai makrogazdasági adat, délután a tengeren túlon is meglehetősen lagymatag forgalom várható, ami komolyabb mozgatóerő lehet, az továbbra is az a geopolitikai bizonytalanság, ezen belül is Ukrajna, Ukrajnával kapcsolatos események. Egyelőre úgy néz ki, hogy jó nap kerekedhet a tőzsdén, szép pluszban nyitottak a nyugat-európai börzék. Jelenleg 7%-os pluszban van a frankfurti DAX index, és még jobban állunk itt Budapesten. A BUX ugyanis már közel 1%-ot erősödött. Köszönhető ez annak, hogy tele van zöld számokkal a táblázat. Az összes blue chip erősödik. Az OTP-nek van a legnagyobb forgalma, bár csak bő 600 millió forintos egy órával a tőzsdenyitás után. 9%-ot erősödött a bankpapír. Nagyon húz a MOL, több mint 1%-kal ér többet. A Richter 4%-ot erősödött, és a Magyar Telekom is 8%-kal többet ér, mint a tegnapi záráskor. A forint távolodni tudott kissé a korábban elért mélypontoktól. Az euró jegyzése 315 alá került, sőt ma reggel volt olyan pillanat is, amikor már 314 forintért is kaphattunk eurót a bankközi devizapiacon. Ennél most egy kicsit gyengébben állunk, 314.41-et ér most az euró a bankközin. 1 dollár 239 forint 46 fillérbe kerül, a svájci frank jegyzése pedig hajszállal 260 forint fölött van ebben a pillanatban, miközben az euró dollár árfolyama 1,3131-nél áll ebben a pillanatban. Végül egy hasznos információ gazdáknak, mivel túl sok a megy, a többlet termés feldolgozása és a feldolgozott megy piacról történő ideiglenes kivonására vissza nem térítendő támogatást lehet igénybe venni. A közlönyben jelent meg a rendelet, ami szerint feldolgozási és közraktározási támogatása lehet
igényt benyújtani. A támogatás kerete 800 millió forint a feldolgozás esetében, a közraktározásra pedig 30 millió forintot ad most az állam. A támogatás a csengődi, érdi, debreceni, újfehértói, kántorjánosi vagy cigánymegy fajtákra vehető igénybe. Hogy pontosan mit kell tenni ehhez az igényléshez, azt megtudhatják cikkünkből. Élő híradóval pedig legközelebb délután 1 órakor jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra! Szeretné megismerni a pénzvilág működésének alapjait? Első kézből akar értesülni a legfontosabb változásokról? Tudni szeretné, mi történik a gazdasági és pénzügyi események hátterében? Utána jártunk. A privátbankár.hu oldalai megjelenő cikkek közül egy csokorba gyűjtöttük azokat az exkluzív anyagokat, amelyek elsőként vagy kizárólag nálunk olvashatók. Mi ugyanis utána jártunk. Háttérinformációk a gazdasági és pénzügyi hírekről, tőzsdei és devizapiaci elemzések, összeállítások, ismeretterjesztő cikksorozatok üzleti alapismeretekről, állampapírokról, befektetési alapokról és az élelmiszerárak alakulásáról. Tudják, privátbankár, pénzügyek, okosan.